Sziasztok! Legutóbb ugye ott hagytuk abba, hogy megnyitottunk egy elég nagy shortcutot itt a Grand Archives-ba, ami valószínű, hogy egyenesen a fő bosshoz fog vezetni. És ugye itt fölmentünk a tetőre, és ahol megöltünk három ilyen dagadékszárnyas lovagot, most jobb hiány így nevezem őket, akik hát darabja 15600 lelket dobott, és azok nem ilyen mini bosszok, hanem rendszeresen újra termelődő ellenfelek voltak, meg is mutatom nektek. Kiváltképpen tudom ajánlani a farmolásokat, ugyanis, mint mondtam, darabja 15600 lelket dob. Meg hát, ugye első alkalommal, hogy látjátok, ott vannak, dobtak ilyen Titanite chunkot, meg ilyeneket. Lefarmoltam őket igazából egyszer-kétszer. Léptem is belőlük szintet. Ugye 35-ös minden ilyen komolyabb attribútum a Strength, az meg most amiatt 40-es, hogy ugye használom ezt a Strength növelő gyűrűt. Végül nem csak azt csináltam, hanem az Irithyll Dungeonben ott figyelmeztettek, hogy lényegében ott mentem el az ajtó mellett, igen. Ott föl tudtam szedni plusz egy tárgyat, ami korábban sokat filóztam, hogy most akkor hogy kell, mint kell. Megvolt, aztán leugrottam oda az óriáshoz, rám csapott megint egyet-kettőt. Lementem egész a lábához, kinyírtam. Ott a plusz nehezítő tényező, hogy jönnek patkányok, de végtelen számmal újra termelődnek ott, és hát elég irritáló, hogy gyógyítani akarok, és akkor harabdálnak a kis köcsögök. Aztán találtam ott egy Pyromancy-t is, jó kis tűzmágiát, volt még egy ilyen mimik láda. Arra most pontosan nem emlékszem, mit dobott, talán valami nyílvesszőt, hogy mindjárt megnézem. És tudtam még egy shortcutot nyitni lényegében, ami közvetlen az Irithyll Dungeon kezdő Bonfire-höz odahajt minket. Aztán itt pedig ez a mostani megoldás, amivel itt szemezgetek, ez tipikus Demon Souls-os. Tehát ott is a Penetrator boss előtt ilyen komolyabb ellenállásba ütköztem igazából, és most azért óvatoskodok itt a nyílvesszővel is, mert egyszer eljöttem ide is farmolni már, és vannak ezek a kis... Hát te meg ki a faszom vagy? Na öcsém, Geralt of Rivia. Kis vicseres gyerek. Na bazd meg. Hát nekem kell itt most megint PvP-znem. Ugye egyik haveromnak segítettem megölni ezt a Nameless Kinget, amivel én jó magam is sokat szenvedtem. Hát haver, így nem fogsz jól járni. Ó, ez a szúró támadás, ez nekem nagyon bejövős. Na, látjátok, ezért nem szeretem az itteni PvP-t, hogy a... köcsök spiritek is... kurva anyjukat, bazd meg, folyamatosan gyógyítanak. Hát jó, akkor ez megint hosszas harc lesz, én... elóvatoskodom, ahogy szoktam. Nem. Mégse tart az olyan sokáig. Szevasz, hello, szia, szevasz, van nálatok, terasz. Mad Dark Spirit. Akkor ez azért nem... Blade of the Dark... Mi a rák? Na jó, nekem ez új egy kicsit, úgy látszik ezeknek a covenantos genyóknak, nekem itt még utána kell néznem. Mert vannak a sima Dark Spiritek, azt vágom. Azok vörösek. A Mad Dark Spiritek meg lilák. Hát... jól hangzik. A Watch Dogs of Faron az... az olyan fantomok meg ilyen világos kékek, már... olyannal is volt szerencsém találkozni. Hát itt pedig most a... hol van az a köcsök kis íjász, amelyik lövöldözött? Hát tudjátok, mit előbb azt a komolyabb gyereket csalom magam után? Na, az így nem lesz jó, hogy folyton átüti a védelmet. Nem zavar az a kurva nyílvessző a melkasodból? Azért megyek a backstabre, mert azzal lehet biztosra lebénítani az ilyen nyomorék ellenfeleket. Na. Komolyan mondom, egyre szarabb ez a kurva kontroller, hogy nyomatom a rugást, shield guard break-et, és akkor egyszerűen nem csinál semmit. Magam alá szarok, de komolyan mondom, itt helybe.
akkor itt ez a sok kis nyomorék. Előbb a lövöldözős barmot iktatom ki, mert nagyon fölbasz. Hát... itt pedig ez a szakszerű megoldás. Ja, hogy még ezt túléled? Értem. Én kurva anyámat. Na jó, ezt hagyjuk már. Hagyjuk már ezt, kérem szépen. Tehát kellett nekem Ember Formba lennem megint, és hát nem is nagyon értem meg segíteni. Jó, persze haveromnak segítek nyilván, de előtte random beidézett egy másik gyerek is. Az kétszer kinyírta még pluszban a Nameless Kinget, aztán ugye nekem így egyedülálló játékosként 96 000 lelket dobott. Hát azt vártam, hogy egy fantomként megkapom a fejét, a nagy szart 24 000-et kaptam. Kibaszták vele a szememet, úgy is fogalmazhatunk. Itt pedig még van három ilyen kékköpenyes lovag. Ilyen pajzsos buzik, meg egy kétkezes kardos, és hát attól én nem szeretnék egy ilyen üdvözlő kezdőlöketet kapni. Ezzel meg itt el sem fogom érni. Ja, ide fog kelleni a Hawkring. Messzebbre tudjunk lőni. Azaz, gyere buzikám. Egyszerre csak egyel akarok küzdeni nagyon. Ennyire azért ne gyere már, a gyűrűt hagyd tegyem vissza legalább. Ja, hogy most meg szarsz rám, hát nem így van ez. Hozzád beszélek, faszkalap, gyere már. Na jó. Utálom ezt a mozdulatot, geci, hogy folyamatosan ezt csinálja a hülye nyomorékja. Aha. Jön. Hangszálaid megtalálták a heréidet, faszkalap. De rohadt jó, hogy a kontroller megint nem érzékel, hogy mit akarok. Akartam megint egy ilyen erős támadást. Jó kis elnyújtott RT-t. Na, te kellettél még ide, haver. Lottery Knight Leggings, N plusz egyszer. Jaj, ne, na, ne, ettől féltem, geci. Ettől féltem, hogy egyszerre kettővel kell küzdenem. Ezt egy kurvára el akarom kerülni, megmondom nektek az őszinte frankót. Ezt minél gyorsabban le kell gyalulnom. Esélyt se hagyni neki a kurva anyádat azt. Na, így már talán lesz valami. Jújjújj. Miért megyek a backstabre? Ezért, mert ez egy biztos sebzési pont. Meg úgy kell bánni, ők mondtam, mint egy ronybabával, nem szabad őket hagyni érvényesülni. Vesztettem így már el. Mennyit is? 65 000 lelket, azt hiszem. Hát most is van nám, hogy 51 000, ez szintlépés meg 69 000. Remélem nem itt lesz a boss egyből, mert nekem ezeken kurvára nem lesz kedvem mindig átvágni magamat igazából, meg eddig nem volt olyan hosszú rész az a Grand Archives. Csak mindenki szidja, mint a bokrot. Eddig különösebben szopatósnak nem találtam, mondjuk ez a rész, ez azért megér egy misét. Itt valami semmi, csak fasz a kis lőállás. Hát akkor, majd mindjárt menjünk arra is tovább ott a fő irányba, csak itt. Good luck, amely mi a rák lesz itt. Na, azért már azt hittem, ez a lift sem mozog. Azaz nem hozható működésbe, úgy értem. Miközben ugye az NPC-nél, tudjátok, a csukjás nőnél észrevettem, hogy nem tudom pontosan mit kell érte tenni, de lehetett most már vásárolni ilyen... hoppári. Ez ami nagy shortcut. Szóval lehetne vásárolni ilyen Titanite chunkot, meg ilyeneket. Igaz, hogy aranyáron. Tehát a chunk az valami 13 000 Titanite skillt is lehet, de végtelen számba. Tehát mondom, azt a három dagadékot ott a tetőn leformáltak, az, az több mint 45 000 lélek.
Igen. Ezt tudom hova hozott le. A Dragon Slayer Armor elé. Akkor itt szerintem... Nem mentünk tök fölösleges, mert hát ha utánunk jönnek ott az ellenfelek. De azért jó tudni, hogyha netán tényleg lesz a közelbe boss, és mondjuk megdöglök. Ez itt új cucc. Ja igen, ott azt a tárgyat nem szedtem fel, most nem tudom. Végül is. Igazából leugorhatok érte, akkor utána tényleg az lesz, hogy mentek egyet az itteni bonfire-nél. Aztán max újra megközdök az összes gyökérrel, de ez a shortcut, ez tényleg nagy segítség itt. Aha, jó, ez is megvan. Kate's Chime. Hát akkor veletek itt most. Habár fasz tudja. Az a baj, hogy egyszerre kettő rám ront, az nem túl jó. Hát, kockáztassak gyerekek. Hát jó nagy fasság volt, igen. Plunge-eteket az még mindig nem tudom, csak gyökér módon. Azt a kurva élet. Rongyosra vert faszát. Ah, hát te kell lesz még ide, bazd meg. Hova is kerültem? Ha szabad tudnom. Ja, megvan. Úristen, bazd meg, most... Azt se tudom, ilyettem be, hova szarjak. Még sarokba. Azaz, te is ott változzál, épp kérni akartalak rá. Pont erre a visítózós faszkalapra van itt még szükségem. Na meg rád, hogy lövöldözzél. Mindegy, egy kis plusz lélek. Rohadjál meg. Ezek meg visszamentek megszokott őrhelyükre nyilván. Legalábbis én úgy tartom logikusnak. Faszt. Mindegy. Én most nem kajtatok két ellenfél után, az biztos. Ha nem. Akkor tényleg egy... Mi a rákom, dákom? Comfortból. Ilyet ellövök akkor. Egyik haverom is pont ma... taglalt, hogy PvP-ben eddig szerencséje volt, vagy megölte az invaders dark spiriteket, vagy pedig nem túl jó internet kapcsolata miatt, bár lehet nem az ő hibája volt, ugye így diszkonnekteltek a támadók, aztán ja, nekem ilyen még nem fordult, engem már megaláztak úgy egyszer-kétszer. Mondjuk most legalább nyertem. Meg úgy emlékszem a legutóbbi két alkalommal is. A szemet szakadt a kombákba itt egy olyan invader, hogy már egyből az a Fume Ultra Great Sword-del, meg akkor még a sima Long Sword-del nyomottam, aztán értelemszerű, hogy akkor ki fog nyerni. Innen meg akkor azt beszéltük, hogy Dragon Slayer Armor-tól megyünk. Ja. Hú, de hülye vagyok, ott van 5 méterre a másik tábortűz, hát ez tanítani kéne, de tényleg. Na mindegy. Ezt most már csak azért sem vágom ki, lássátok, mekkora balfasz vagyok. Jaj, édes faszom. Ezt komolyan mondom. Jó, mondjuk azért az is durva volt a korábbi videóban, hogy nem volt lehívva a lift, én meg faszán beugrottam az aknába. De ez szerintem még azt is übereli. Mondjuk itt legalább lelkeket nem hagyok el. Igen, ott van kb. 10 méterrel arrébb a másik bonfire. Jaj, faszom. Na nem baj. Tehát akkor.
itt jöttünk ki, azt hiszem. Ja, itt voltunk. Elég kellemes ez a kard. Kéne még majd fejlődni strength-re. Meg van egy másik kiszemelt kardom, egy New Game Plus-ra így. Lazán mindjárt megmutatom. Ez lenne az. Fel is húztam plusz 8-asra és heavy-be infuse-oltam. Dark Souls 2-ből ismert Greatsword. De persze kétszer akkora a súlya, mint a mostani kardomnak, tehát... jelenleg nem aktuális. Na igen, itt azért az ellenfeleket szépen meg lehet kerülni. Itt pedig remélem nem egyből boss jön. Mert őszintén szólva, boss még nem... nincs igazán olyan kurva nagy lelki erő. Hát már pedig de, ez... nagyon boss harcnak érkezik. Miért van mindenki ennyire ráállva a Dragon Slayer armornak az óriás baltájára, vagy... mit tudom én miére. Már harmadik fantom, akit ezzel látom. Ó, oh, ez nagyon boss lesz. Ez a Lothric gyerekkel. Na nézzük. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Hurlwinner of Sindel. Neked is szavasz. Ez legalább köszön. Mind you, the mantle of Lord interests me none. Ó, ezzel kell megküzdenünk. The fire linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. Ja, magyarán ti ezt leszarjátok. You've done quite enough. Now have your rest. Nem látnak minket itt szívesen? Azt a kurva, az, hogy nyújtózzál csak egyet, én hagyok neked időt. Lorian Elder Prince. Azt a kurva, hát ez... Hú, hát legalább jól sebezzük. Hú. Meg jó, hogy nem áll föl teljesen a gyerek, hanem csak így térdelőből nyomatja. Ajaj. Kurványed. Olyan nem bírsz járni rendesen, vagy mi a fasz van veled? A Nameless King boss harc alatt sikerült szertenem még egy kis gyakorlatra bukfencezés terén. Bár most szarul alkalmazom. Ahogy azt a melléket Ávron nagyon mutatja. Hú-hú. Anyád. Ezt még ki kell tapasztalni, ezt a támadást. Jaj ne, de minek kell teleportálni? Minek? Angyak élet tulajdonság. Ohú. Hát ez nem lesz ennyi nyilván. Ja, ez az idősebb volt a Lorian, akkor ez lesz a Lothric, ez a kis köcsög? Na, ne keltsed föl, hagy aludjon már, Istenem.
rül el az ilyen embereket. Istenem. De most ott csüngesz rajta, mint valami elbaszott hátizsák. Hát, el nem tudom mondani, mennyire örülök. Havertól azt hallottam, hogy szopatós ez a boss is. Hát én most már kíváncsi vagyok, de tényleg. Tehát valószínűleg meg fog halni, inkább felkészülök a legrosszabbra rage-elés nélkül. De egy kurva anyád azért még bele fog csúszni nyilván. Hoppá, 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 hoppá. Egyszerre sebezzük a kettőt. Gondolom se kell, hogy jó dolog lenne azt a gyökeret leszedni a hátáról, de... három flaskával. Most azon gondolkozok, hogyha... hogyha megint megölöm... na a kurva anyádat. Hogyha megint megölöm, ez a kis buzi lehet fölkelti megint. Faszomba vagy? Hát, gyerekek, lehet ebből halál lesz. Már azért kitartok, ameddig tudok. Júj, hát ezt ki kéne kerülni a továbbiakban. Arra azért kíváncsi vagyok, mi lesz, hogyha megint megölöm a... Istenem, miket művelek itt? Tudtam én! Éreztem! Ezt a köcsögöt kell kinyírni! Ezt a kis faszkalapot kell róla leszedni! Valahogy éreztem, hogy újraéleszteni megint, bazd meg! Ide a világ fasza Estus Flask nem lenne elég. Hú. Na mindegy. Akkor a következő videóban ezzel a gyökérrel fogok próbálkozni. Valószínűleg. De legalább most már tudom a taktikáját. Elején nem szabad sok flaskát veszteni, másodjára meg azt a kis görcsöt kell támadni, tehát... pontosan... nem vágom, talán a hátát kell csapkodni, hogy sebződjön az a kis faszkalap is. Mert azért nem akarom, hogy végtelenségig fölkeltse, hogy aztán be tudjak neki vinni három találatot. Az így nem lesz jó, na mindegy, majd megtudjátok a következő részből.